Véradás a tűzoltóságon. A Győr-Moson-Sopron megyei katasztrófavédelmi igazgatóság is csatlakozott ahhoz az akcióhoz, amelyet a természeti katasztrófák csökkentésének világnapján rendeztek országszerte. Ennek az alkalmából 16-szorra rendezzük most már meg a véradást, ezt nyilván közösen a véradóállomással, illetve a Vöröskereszttel, és ennek a célja egyrészt kifejezni az, hogy a katasztrófavédelem valamilyen módon megelőzés céljából tesz a karitatív szervezetekkel közösen azért, hogy minél jobban csökkentse a katasztrófák ellen védekezéssel kapcsolatos tevékenységét. Az eseményre meghívták a társszervek képviselőit is, összesen több mint 230-an nyújtották a kezüket, a legtöbben a rendőrségtől érkeztek. A véradók idén egy légzőpalackot írtak alá emlékül, a katasztrófa védelmi vezetők pedig együttműködési megállapodásokat láttak el kézjegyükkel. Ez Szlovákiából történt a pozsonyi, illetve a nagyszombati járásokkal, és közös gyakorlatok, EU projektekbe történő közös fellépés, illetve minden olyan lehetőséget, amit a határon átnyúló lehetőségeink adnak. A másik megállapodást pedig a Magyar Vöröskereszttel kötötte a katasztrófavédelem, amely már a 2017-es Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon való együttműködésről is szól.